Novák Katalin államfő a Sándor Palotában fogadta szerdán Brenzovics Lászlót, a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség elnökét. Brenzovics László a találkozó után a helyszínen azt nyilatkozta, hogy a kárpátai magyarság és kárpátalja helyzetéről is szó esett a köztársasági elnökkel folytatott megbeszélésen. Kiemelte, a háború miatt hatalmas a szenvedés, és rendkívül nehéz tél előtt áll mindenki. Ezért még sokáig szükség lesz a támogatásra és szolidaritásra. Elmondta, megköszönte Nová Katalin szolidaritását és támogatását, és azt, hogy odafigyel a kárpátai magyarságra. Brönzovics László emlékeztetett arra, hogy az ukrajnai háború idején Magyarország egyik legnagyobb humanitárius programját folytatja. A kárpátai magyarság sok támogatásban részesült, és a köztársasági elnök külön is támogatott kárpátai árvaházakat. Kárpátalja messze van a frontvonaltól, de a gazdasági válság, az áramkimaradások, a légiriadók rányomják a bélyegét a kárpátai magyarok életére is, mutatott Rábrenzovic László. Hozzátette, a magyar kormány támogatása az élet minden területére kiterjed, így segítik a kárpátalján dolgozó orvosokat, tanárokat, infrastruktúrális beruházásokat, közintézményeket, továbbá gyógyszert és élelmiszert is kapnak. Ennélkül a kárpátalján élők helyzete sokkal rosszabb lenne, hangsúlyozta. Hozzáfűzve reménykednek, hogy a háború mielőbb véget ér, és az élet visszatérhet a rendes kerékvágásba. Ukrajomatkozásában Magyarország egyik legnagyobb humanitáris programját folytatja. Kárpátaljai magyarsági számos támogatásban részesült a legutóbbiakban is, és asszony külön is támogatta a kárpátaljai árvaházakat. És hát nem tudjuk azt, hogy mit hoz az élet, mindeset hát nagyon fontos az, hogy elnök az, hogy is érdeklődik a kárpáti vajonság sorsairán, sorsa sorsairán, és számítunk továbbra is a szolidaritásra és a támogatásokra.